barokkom sivatagba tervezzük itt a nyárvégi kirándulást, nyaralást tulajdonképpen. Úgyhogy Türkmenisztánban, Ashhabadban kezdődik majd a verseny. Talán ez az első olyan nemzetközi autóverseny, amit ebben az országban megszerveznek. Nagyon zárt az ország, nagyon minimális a turisztika, és hát nagyon extrém az elnök. Beült egy terepralli autóba, és egyből mindenkinél jobb időt ment, úgyhogy nagyon tehetséges. Nagyon nehéz ilyen versenyzők ellen menni, de úgy érzem, hogy azért felvesszük vele a kesztyűt. Őszintén megmondom, fogalmam sincs, hogy a tereptől mit várhatunk, de nyilván ez egy sivatagos, dűnés verseny lesz 6 napon keresztül, úgyhogy én arra készülök, hogy egy ilyen olyan, mint a régi Dubaj, Abu Dhabi, ezeken a terepeken, ahol egy csillagpontos ilyen sivatagi verseny volt, és tényleg reggeltől estig csak dűnézett az ember, én egy ilyesmire számítok, de aztán lehet, hogy teljesen más lesz. Hát az Opel Crossland X-et most már meg sikerült felépíteni, újjáépíteni. Ugye a Dakaron egy kicsit összetört, azt a fiúk most 3 hónap alatt azért meg tudták csinálni. Úgyhogy most múlt héten teszteltünk már vele, nagyon jól ment az autó, úgyhogy én remélem, hogy ez egy sikeres verseny lesz, és az autó is jól teljesít majd.